Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és újra lecsap a karantén. Ismét hazaáruló napot tartott a magyar baloldal az Európai Parlamentben. Be fogjuk bizonyítani, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral. Dobrev Klára elvonná a pénzt a magyar emberektől, ebben természetesen Cseh Katka is támogatja, de ő ezen kívül ilyen és ehhez hasonló lényeket és rémisztő képződményeket uszítana a magyar óvodásokra. Families marching one by one, hurrah, hurrah. Families marching one by one, hurrah, hurrah. Bunkóné visszasírja a Gyurcsányféle családbarát intézkedéseket. Több tízezer forintot vett ki a magyar családok zsebéből. Jakab Peti pedig visszalapátoltatná a szart a lóba, de mi már tudjuk, hogy hogyan bánik a magyar melóssal. Akkor azt gondolja, hogy a seggen betolja ezt a gépet, akkor jobb lesz? Tartsatok ma is velünk! Na gyerekek, most mutatunk nektek valami igazán finom dolgot, amitől ki fog nyílni az a bizonyos bicska a zsebekben. Dobrev Kláráról mindenki tudja, hogy rendkívül leleményes a hazárulásról van szó. Most ismét rafinált volt az Európai Parlamentben, egyszerű szavakkal, de igazán gusztustalan dolgokat mondott. Tudják, ebben a teremben nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki Magyarország ellen szólalna fel. És bármit is hazudozik önöknek össze-vissza Orbán Viktor, nincs itt senki, aki a magyar emberek ellen összeesküvést szervezne. Mert Magyarország továbbra is ugyanaz a gyönyörű ország, a lélegzetel állítóan gyönyörű Budapesttel, kicsit nosztalgikus hangulatú Balatonnal, a tokai vagy villányi borokkal, és mi magyarok is ugyanazok vagyunk, akiket az egész világ vendégszeretetünkről ismert meg, és lehet velünket hatalmasakat nevetni, vagy éppen bulizni a fesztiválokon, a Szigeten, Kapolcson vagy a Balaton Soundon. Vagy éppen egy nagy magyar ebéd után megváltani a világot kicsit nehéz gyomorral. Ugye milyen undorító. És ezt a csodálatos országot ejtette túszul egy velei korrupt politikus. Tudják mit, emberek? Magat nem kell csinálni semmit, majd én megváltom Magyarországot. Cinikusan, rasszista és homofób politikával. Á, kurva életbe ma! Úgyhogy önöknek, tisztelt bizottság és tanács, egyetlen egy dolguk van. Hagyják abba és fejezzék be Orbán Viktor családtagjainak és oligarcháinak a finanszírozását. És akkor mi is tudjuk a dolgunkat. Be fogjuk bizonyítani, hogy Magyarország nem egyenlő Orbán Viktorral, és Magyarországot visszahozzuk ide, ahova való, Európába, a barátai és a szövetségesei közé. Én erre vállalkoztam. Köszönöm szépen. Ugye milyen egyszerű ez? Szépen odaállni ilyen vipera és egér keverék hangon, mérget fröcsögni az Európai Parlamentben, és azt mondani, hogy ne adjatok pénzt a magyaroknak, mert úgyis Orbán Viktor nyelné le az egészet. Nem, ezt a magyar emberektől vennék el, és ők ezt nyugodtan, gondolkodás, lelkiismeret nélkül meg is tennék. És tudjuk, hogy mi történt annó. Eladósították az országot, apró pénzért elkótyavetyélték a nemzeti vagyon. A repteret például 75 évre adták el külföldieknek, ugyanúgy apró pénzért. És ez a szemét képes arról beszélni, hogy ne adjatok pénzt a magyaroknak, és majd mi cserébe átvesszük a hatalmat, és úgy fogunk ugrálni, ahogy ti kéritek. Hát nem, soha a büdös életben. De van itt még valaki, aki visszasírja a Gyurcsány korszakot. A jó Bunkóné, aki most is elmondja, hogy az miért volt jó, és miért nem jó most. A magát plakáton több milliárdért családbarátnak nevező kormány évről évre egyre nehezebb helyzetbe hozza a családokat. Ezért vezettük be már 2015-ben a csokot, és bővítjük az otthonteremtési programot folyamatosan. Ugye most az 5%-os kedvezményes áfával, az áfa visszaigénylési lehetőséggel a csok mellé, és most jön egy otthonfelújítási program is, ami pedig elsősorban azoknak szól, akik nem szeretnének költözni. Korábban a kafetériába tartozó iskolakezdési támogatást úgy megadóztatta, hogy a munkáltatóknak a legtöbb esetben már nem éri meg ezt a juttatást biztosítani. De mi a szart olvasol? A gyermeket nevelő családoknak. Ezzel pedig több tízezer forintot vett ki a magyar családok zsebéből, ami most nagyon hiányzik a családi költségvetésből, hiszen egyes felmérések szerint... Ne fücsülj!
egy első osztályt megkezdő gyermek beiskolázása a 100 000 forintot is meghaladhatja. Fütyülsz, bazd meg, és hazudsz. A kiadások nőnek, a támogatás pedig csökken. Így ezek miatt alakult ki az a helyzet, hogy a nyár végi időszakban jellemzően felpörög a személyi kölcsönök piaca, amiben az iskolakezdés sajnos nagy szerepet játszik. Azaz, a családbarát kormány miatt sokan csak hitelből tudják fedezni az iskolakezdés költségeit. Ne szórakozzál velem, bazd meg, mert lecsaplak. A Fidesz nem a támogatások összegét vagy fizetéseket növeli, nem a béren kívüli támogatások körét szélesíti, hanem a hitelek felé tereli a családokat minden téren. A kormány még arra sem volt hajlandó az elmúlt 11 év alatt, hogy legalább a családi pótlék összegét megemelje. Rúdbanya vagyok, orrom csupa vas, körmöme fekete, lesz majd nem mulas, a vasorrubába, a fekete ruhába, seprűnyél ellovagolok el a banya bálba. Sőt, a válság közepén a családok védelme érdekében csak annyira futotta a Fidesznek, hogy a családügyi államtitkárból minisztert csinált, aki milliárdokat szór el arra, hogy a kormány családbarátságát hirdesse. A Magyar Szocialista Párt szerint az emberek eladósítása helyett valódi megoldásokra van szükség. Ó, hát ezeket a valódi megoldásokat már ismerjük 2010 előttről, kedves Bunkóné. És most nem csak azért állunk meg egy pillanatra, mert annyira irritáló a hangod, az sokkal jobban zavar minket, amit mondasz. És az, hogy van hozzá bátorságod. Te beszélsz arról, hogy mi az a családbarát. Te, aki Gyurcsány Ferivel 2010 előtt azon ügyködtél, hogy hogyan nyírt ki a magyar családokat, a középosztályt, hogyan cseszétek szét az egész országot. És sikerült is. És most te 2021-ben arról beszélsz, hogy hogyan kéne családbarátnak lenni. Az I Love Szabastrand gonosz és ostoba viselője azonban tényleg nem ismer határokat. Mi sem, ezért megyünk tovább inkább a Momóhoz. Akik talán leszálltak már végre a szivárvány vonatról? Hát nem. In 2014, Hungarian gay rights activist Milan Rózsa climbed into the fortified Russian embassy in Budapest. A hülye buzik. He held up a rainbow flag and called out Putin's anti-gay law and the violence unleashed by it. Milan was a friend of mine, one of the most passionate and brave people I ever knew. And a few months later, he took his own life. His tragedy sheds light to all the mental pain LGBTI people very often suffer from. And this is beyond tragic that we are here today, to witness the exact replica of Putin's law being adopted in the EU. Hát, összejöhet még egy-két vád, de főleg hazaárulás. Right now, in Hungary, it's illegal for teachers to talk to high schoolers about diversity and acceptance, or for kids to watch cartoons with queer characters in it. This law conflates gay people with pedophiles, and it incites violence and hatred, and we already see that. If this is not enough for the EU to take action, then nothing else will be. So I tell you what to do. Stop funding Viktor Orbán's corruption. Apply the rule of law mechanism, because human rights abuses are only a means for him, and kleptocracy is the ultimate end. Thank you very much. Eltekintve Csekatka, mekegően pattogó és arrogánsan köpködő hangjától van itt elég másba is, hazugság bőven. De először megmutatunk nektek egy részletet, legyetek erősek, hogy mit akarnak ők csinálni a magyar gyerekekkel, mit akarnak mutatni nekik. Mi lenne a követendő példa? Ezt figyeljétek! Families marching one by one, hurrah, hurrah! Families marching one by one, hurrah! This family has two mommies, they love each other so proudly, and they all go marching in the big parade. Families marching two by two, hurrah, hurrah. Families marching two by two, hurrah, hurrah. This family has two daddies, they love each other so proudly, and they all go marching in the big parade. Come on, friends! Families marching four by four, hurrah, hurrah. Families marching four by four, hurrah, hurrah. Trans members of this family all love each other so proudly, and they all go marching in the big parade. Come join the fun! Sírtok? Nevettek? Idegeskedtek?
Nehéz eldönteni, ugye? És ez csak egy része volt a videónak. Marha jó a homoszexuális medvepapa, a transzhód, tényleg nagyon vicces, csak egy valami maradt ki. A hagyományos családmodell. Úgy látszik, arra nincsen szüksége az óvodásnak. És mutatjuk nektek azt a lényt, azt a rémisztő képződőnyt, aki ezt az egészet énekelte. Látjátok, milyen szép? Ugye örülnétek, hogyha az óvodában a gyerekeiteknek ilyen szarházi beteg ember nyomná szépen a dumát, és énekelne és érzékenyítene. Na ezzel van baj. Nem a homoszexuálisokkal, hanem azzal, hogy ezt akarják csinálni a gyerekekkel, a gyerekeinkkel. Ezt pedig nem hagyjuk. Viszont Cseh Katka legalább abban egyetért Dobrevvel, hogy a magyar emberektől el kell vonni a pénzt. Na hát ilyenek ők. Viszont felüdülünk. Felüdülünk végre, mert segít nekünk ebben Jakab Peti. Na ez az. Itt kezdődnek a problémák, amikor szembe jön a valóság. Úgyhogy hiába vágnak össze minden szépet és jót Jakab Péterről a jobbikosok, mi már tudjuk, hogy ki ez az ember. Régóta tudtuk. Hiába cseréli le a 10 milliós kocsiját pár órára, amíg kampányol egy rozoga, régi kocsira, hiába eszik parizer, tudjuk, hogy ki ez. És nem veri át az igazán gondolkodó embereket. Köszönjük, Jakab Peti. Belőled ennyi bőven elég volt. Hogyha kell, akkor pár szavazatért bunkó vagy, keménykedsz, hazudsz, demagóg vagy, de a valóság a végén jön szembe. És akkor mindig ez lesz a vége, mint amit múltkor is sikerült összehozni. Látom, hogy nem akarunk tenni, fel fogjuk tenni a szükséges lépéseket. Na jó, nem kínozlak tovább benneteket, láthattuk mindannyian, hogy előjött Jakab Petiből az arrogáns bunkó. Ha kell, zsidózik, ha kell, cigányozik, sőt, még érzékenykedik is, de ilyenkor van ott az igazi énje. Most pedig szembe jött vele a sokszor emlegetett magyar melós, aki mattot adott neki. Mi viszont mára befejeztük, köszönjük, hogy minket néztetek. Jövő héten nem találkozunk, de két hét múlva újra itt a karantén. Ma este pedig 8 órától nézzétek a Pesti TV-n mindenképpen a műsort. Kollégánk lesz a vendégünk, Ábrahám Robi, a Late Night Latte műsorvezetője. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!